Üdvözlöm Önöket! Mindenek előtt köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. A Kötöttfogás és a flaszter ingyenesen nézhető, és ez így is marad. Ám ha nincsen Magyar Hang, nem lesznek műsorok sem, lévén bevételeink bő 90%-a Önöktől, az olvasóktól származik. Kérjük, vegyék a lapot, mert még jobb, ha előfizetnek rá, online vagy papír alapon. De nem csak a műsorok miatt, hanem azért is, mert jó. Az éves előfizetők pedig ajándékot is választhatnak, például kötöttfogás pólót és bögrét. Hátizsákot. Kulacsot. Női pólót. Férfi pólót és vászontáskát. További információ a hang.hu/előfizetés oldalon, vagy írjanak nekünk az előfizetés@hang.hu címre. Köszönjük! Üdvözletem, kötöttfogás, méghozzá Csintalan Sándorral. Jó napot, magyarok! Konok Péter. Jó estét! Szerető Szabolcssal. Jó napot, jó estét! És Reichert Jánossal. Adj Isten! Na hát, igen jó hírrel tudok szolgálni, mert hogy mindenki győzelmet hirdetett, ugye az Európai Unió is. Van Gyula, hogy mondta, no, csak hogy Sanyi. Micsoda? Ki? Van Gyula mindig egy furcsán mondta, nem? Ja. Európa Unió. Na, mindez csak úgy eszembe jutott. Szóval, hogy az Európai Unió is győzelmet hirdetett, a kormány is győzelmet hirdetett, az ellenzék még annál is nagyobb győzelmet hirdetett. Végül is így karácsony előtt ez a teljes szeretet és harmónia, ez nem rossz. Ugye arról volna szó, hogy megszületett a megállapodás tervezete, egyelőre még, ugye, mert most a lengyelekét bekavarnak, arról, hogy Magyarország is hozzájuthat végre a befagyasztott uniós milliárdokhoz. Egy részéhez. Egy részéhez egyelőre, de az egész keret is ott lehet, hogy hát menjünk demokráciába végre. Na, de most tényleg szerintetek kinek van oka ünnepelni? Uniónak? Annak nem. Orbánéknak vagy az ellenzéknek? Nem tudom. Mert hogy mindenki tényleg, ahogy mondtam az elején, azt mondta, hogy ők nyertek. Szerintem mindenkinek oka van ünnepelni, mert az Unióban kompromisszumok szoktak születni. Nekünk, magyaroknak szerintem kevesebb okunk van ünnepelni, mert számomra ez a döntés azt jelenti, hogy Orbán Viktor elérte a stratégiai célját, vagyis tovább lophat. Tehát a Fidesz rendszere, a Fidesz pénzügyi és lenyúló rendszere háborítatlanul túlélheti ezt a döntést. Ennek az a szomorú következménye van, hogy nem reménykedhetünk semmi jóban. Én vagyok az egyetlen győztes. Mert? Hát azért, mert baromira örülök, ezt már egyszer-kétszer elmondtam annak a ténynek, ezen események fényében, hogy ez az ország az Unió tagja. Annak következtében, amit mi most megéltünk, hogyha eljátszódom azzal a gondolattal, hogy mi lenne ezzel a hazával abban az esetben, hogyha mondjuk például szoros politikai szövetségben, Bielorussziával vagy Putyinnal lennénk, akkor hol tartanánk? Mi vagyunk a győztesek. Az Unió, hogy? Unvárnál. De most az Unió, én nem tudok arra, hogy az Unió bármiféle győzelmet aratott volna. Az, hogy a 3 millió Orbán országának Orbán Viktor győzelmet hirdet, ez egy dolog, és nyilván a napi hatalomban maradás érdekeit szolgálja. Az alapdráma az az, hogy egyáltalán ez a probléma ebben a formában terítéken van. Hogy egyáltalán tárgyalások folynak arról, hogy hogyan tudja az Unió valamilyen szinten azokkal a jogi eszközökkel garantálni azt, hogy ebben az országban a tagállamok adófizetőinek minden eurója, centjét, vagy minden forintját, ha úgy tetszik, nem lopják el. Na most ettől azért röhögő rohamot kapni, és ettől boldog eufóriába esni, hogy egyébként őrült módon fennáll a gyanú arra, hogy minden fillért el fognak lopni, És akkor ehhez képest tekintettel arra a tényre, hogy azért az Unió mégiscsak komolyan veszi a magyar honpolgárokat is, és a lehetséges mértékig forrásokat biztosít, ebben az értelemben én, mint magyar állampolgár, győztesnek érzem magam. Amúgy meg ez a kérdés önmagában nem az, hogy te föltetted, mert hogy ez itt a levegőben lóg, teljesen értelmetlen, kizárólag csak hatalomtechnikai szempontokat szolgál abban az esetben, és ez az eset most fönnáll, amikor is a hatalom, a vezér egy ilyen győztes-vesztes paradigmában próbálja magát előadni. De mindig ez van, nem? Mindig ez van. Tehát tudom, de hát ez addig megy, ameddig ez a jó népet bírja, bár te hívtad fel a figyelmemet ma, hát nem viccelj, reggel óta rögök, szóval az uniós pénzehez képest kutya fasza. Márhogy a Telekom reklám. Ja, hát drága barátaim, édes jó Istenem, szóval ahogy te ezt érzékletesen meg is írtad, hogy Magyarországon a Magyar Telekom menedzsmentje összeszarja magát attól a tétől, hogy a Deutsche Telekom egyébként 9 országban a maga reklámanyagát pedagógusokkal játszatja el, és itt a magyar menedzsment, amelyik ki van stafírungodva, jó, benne van a magyar állam is kisebbségi tulajdonosként, de ezeknek az embereknek a lelkére lennék kíváncsi, aki azért, bocsánatot kérek, nem szeretném, még azért ott nem tartunk, hogy elvigyenek Ljubljankára, tarkólőjenek, meg kitelepítsenek recskre, meg nem tudom mi, de éppen azért az mégiscsak abszurdum, hogy itt ilyen félelemben élnek emberek. Teszem hozzá, szorosan összekapcsolódik azzal, innentől kezdve minden érthető, hogy itt van talán a szabad magyar nyilvánosság egyik legoszloposabb tagja, a Magyar Hang, mint olyan, és egy rohadt reklámot nem tudunk kapni, mert félnek a hatalomtól ezek az emberek, akik mondjuk döntenek arról, hogy most reklámozzanak-e, vagy ne reklámozzanak. És megnézted, hogy van-e benne reklám? Egyébként igen, azon átlapoztam is, még nem volt akkor, hát hozottam. Egyébként amit mondasz, hogy az jutott eszembe, hogy fideszes minisztériumi emberem a döntés utáni hajnalba küldi a üzenetet, hogy apunak hívják. Most már apu, nem elnök úr? Orbán Viktor apu. Akkor most már apu. Apu megcsinálta, mekkora zseni. És írta neki, hogy basszol, de mi a pöcsönnek örül? Most annak örültök, hogy esetleg elkezdünk betartani néhány szabályt? Ja. Ez a győzelem? Hát nem normálisan kéne létezni. Jó, de ugyanakkor meg próbáltam is felidézni magamban az elmúlt sok-sok év, most mondjuk csak Unióval kapcsolatos cuccait, és nem emlékszem olyan, amikor bármelyik fél ne győzelmet hirdetett volna. Tehát ez az ország, nem csak ez az ország nyilván, de ez az ország, ahol csak győzni lehet. Mindenki nyer. Én is jöttem reggel az utcán idefele, láttam, ott fekszenek a nyertesek a kapuhajban, itt magukra húzó ilyen kis kabátokat, bementem a boltba, vettem ilyen nyertes zsemlét, 135 forint volt, meg elég jó áron kaptam, csupa győzelem. Hát teljesen megmaradom, mert azért nem veszek ilyenek, nem azért, mert nem vásárolok, hanem nem veszek. Hát én is csak minden ünnepnapon veszek. Úgyhogy ez egy ünnepnap volt, egy győzelmi ünnepnap, drága zsemlét vettem, vagy olcsó zsemlét, nem tudom, tehát ez az egész történet, igazából még megint ott tartunk, mint egy ilyen sorozat epizód végén, hogy így be is van lángetve a folytatás, meg azért van egy kis feszültség is, hogy üljünk le és nézzük meg a következő részt, mert ugye még azért semmi nem dőlt el, mert azért ami eldőlt, az azért egy kis pénzt majd kapunk, egy kis pénzt még lehet, hogy nem kapunk, de majd az távlatosan. Tehát így én nem látok semmi változást az eddigi feszültség szintemhez képest, amikor ezt a szaporokberát néztek. Jó, de a feszültség szinten sose fog változni. Az én feszültség szinten úgy ingadozik, mint az elektromos művek szolgáltatása. De végülis ezt, hát nem jó, többes számoznám állja meg a helyet, de többen azt mondtuk, hogy egy előbb vagy utóbb úgy is megkapja a hát ezt mindenki azt mond. Ki mondta az ellenkezőjét így a DK-n kívül? Hát nem biztos azért voltak, nem? Hogy lehetett tudni, hogy valami ilyesféle lesz egy tárcát. Igen. Ami most egy kicsit hogy is mondjam, férfiasabb volt és dinamikusabb. Mi ez, ahogy lehetett tudni? Nem érzitek azt, hogy egyáltalán botrány, hogy egy ilyen helyzetbe került az ország? De érezzük, de hát arra ideig beszélünk, hogy pont ezt mondtam az előbb, hogy annak örülnek a fideszes ismerőseim, hogy egyáltalán talán elkezdnek betartani szabályokat. De akkor én egy picit lehet, hogy nem ugyanazt a mérkőzést nézzük, mert hogy én nem érzékelem azt még a kormányzati kommunikációban sem, azt a győzelmi mámort. Azért tudjuk, hogy milyen az, amikor ők győztesnek hirdetik magukat és körbe táncolják 3-szor naponta. Most nem ez történt. Nem egészen ez történt. A miniszterelnök is elég visszafogott volt, tehát hogy a kedd délután vagy este felek annyit tett ki a Facebook oldalára, miután bejelentette egyébként a nyugdíjemelést, ami hát egy kicsit loholni látszik az infláció után, de nyilván jól hangzik ez a 15%. Tehát, hogy megköszönte a tárgyaló delegációnak a munkáját. És egyébként azt, ugye, amit ugye a Navracsics Tibor vezetett, és azt egyébként formálisan joggal tette, hiszen Navracsics Tibor is azt mondta azon a sajtótájékoztatón, amit egyébként érdekes módon nem adott élő egyenes adásban a Magyar Televízió, már pedig minden ilyen megszólalást egyenes adásba szoktak adni, amikor ugye most a Navracsics meg a Gulyás Gergely ugye értékelték, ami történt előző este, ugye ezen az uniós állandó képviselőknek a tanácskozásán. Mert ugye azt mondta, hogy ő azt vállalta, hogy az év végéig aláírják ezeket a megállapodásokat, ami most jelenállás szerint valószínűleg meg fog történni. Ugye a lengyelek valamit most itt kavarnak, de valószínűleg ezt el fogják simítani. Na most az a helyzet, hogy az unió részéről ez az aláírás semmibe nem kerül jelen pillanatban. Ugyanis csak annyi történt, hogy ugye itt elnézést, lehet, hogy picit hosszabb leszek, tehát hogy itt ugye, mint tudjuk, ugye két csomag van. Van ez a bizonyos helyreállítási alap, amiről, ha nem írták volna alá évvégéig a megállapodást, akkor annak a jelentős része egész egyszerűen elveszett volna. Egy része már így is elveszett, hogy korábban nem hívták le, mert itt a gazdasági növekedés miatt ugye 500 milliárd forintot lenyestek ebből, de hát az Orbáni szabadságharc milyen költségekkel jár, tehát ezt tudjuk, nyilván sok szavazónak ez így is megéri, de ennek a kifizetését is feltételekhez kötik. És azért tudjuk, hogy mi történt Lengyelországban. Lengyelországnál is nyilván mindenki nagyon örült, mikor megállapodtak, aláírták a papírt, de pénz nem érkezett, amíg Lengyelország nem teljesít bizonyos feltételeket. Tehát az unió ezt aláírta, de ebből jelen pillanatban még nem jön pénz, csak feltételekkel. És ugye ezt a befagyasztást, ennek ugye csökkentették a mértékét, nem 3000 milliárd, hanem 2500 milliárd forintot fagyasztanak be. De ahogy Sándor is mondta, hogy azért arra legyünk már büszkék, hogy az Európai Unió a történetében először él egy ilyen szankcióval, egy büntetéssel, azt mondja, hogy itt olyanok az állapotok Magyarországon, az uniós költségvetés veszélyben van, tehát magyarul a pénzek nem feltétlenül oda kerülnek, ahova szánja az Európai Unió, hanem más zsebekbe, tudjuk, hogy hova. És ezért egy ekkora összeget zárol. És ezt is csak akkor szabadítja fel, hogyha Magyarország megfelel bizonyos feltételeknek. És ezért én nem érzem azt, hogy olyan nagy győzelmet aratott volna Orbán Viktor, mert itt annyi történt, hogy ő az adóászt kiadta a kezéből, a vétókat elengedte, ugye két ügyben blokkolta az Európai Uniós döntéshozatalt, visszaélve ugye azzal, hogy teljes egyetértésben kell szavazni, ugye ez a ukránoknak szánt közös segítség plusz a globális minimumadó, mind a kettőben elengedte a vétót, állítólag valamit kiharcolt itt, hogy ránk ne úgy vonatkozzon, de a lényegen ez nem változtat. Tehát, hogy az nincs zsarolási potenciálja, az most így az alkupozíciója lényegesen csökkent, és a pénzt meg vagy megkapja Magyarország, vagy nem kapja meg, csak akkor kapja meg, hogyha feltételeket teljesít, és úgy látom, hogy az unión belül eléggé elszántak abban, hogy ezeket most kivasalják és számon kérjék. Abban viszont neked teljesen igazad van, és még egy mondat, hogy azt viszont nem lehet elvárni az Európai Uniótól, hogy ilyen módon, vagy bármilyen más módon azt a jogállamiságot, amit szisztematikusan ez a rendszer leépített, hogy azt ő visszaépíti. Ez nem lesz, itt bizonyos részsikereket lehet aratni, talán annyit sikerül elérni, hogy az igazságszolgáltatást nem vonja teljesen befolyása alá a kormány, de körülbelül ennyi amit, meg hogy talán olyan egyszerű nem lesz ellopni ezeket a pénzeket. Megjegyzem, uniós pénzek így is jönnek, hiszen ez az árulás csak a 7 éves költségvetés egy bizonyos részét érinti, tehát a többi kifizetés az nyilván megy tovább, agrárpénzek, stb. De még egyszer mondom, hogy én összességében azt mondom, hogy lehet kommunikációval az Orbán kormány mondhatja azt, hogy ő itt sikert aratott, de valójában pontosan tudják ők, és a miniszterelnök is azért volt ennyire visszafogott, mert ő is pontosan tudja, hogy most nem nyert. Ez olyan, mint amikor, hogyha te bemennél az ABC-be, vagy az Univerbe, vagy az Aldiba, és rendőri kísérettel vásárolhatnád csak. Igen. Pont. És ez egy győzelem. Történt. Igen. És ez egy kurva nagy győzelem. Ki lenne írva az ajtó, hogy szerető ne lopj. Én bemegyek a szupermarketbe, általában mindig rám ragad egy biztonsági őr, de ez erről az bizalom kell, a kabátomtól. Egyébként a miniszterelnök úr meg azért volt olyan visszafogott, mert most jött ki a templomból, tehát azért ezt... Megértem az Orbáni kommunikáció visszafogottságát, hiszen az uniós egyesség után következett első dolog az volt, hogy a nyugdíjasok kapnak 15%-ot, a második az volt, hogy a tanárok kaphatnak, igen, ha majd megjön igen. a pénz. Tehát ugye nem lehetett verni nagyon a tamtamot, mert ugye a pénz nem fog megjönni, tehát ugye a társadalmat hülyíteni kell azzal, hogy a tanárok azok tulajdonképpen pénzért lázadó gazfickó, de hát tudjuk, hogy nem azon, csak ezzel röviden mondom. Tehát egyrészt ugye nem lehet olyan nagyon herceg hirdetni, hogy jön a pénz, mert akkor ugye a tanároknak is kéne adni, az meg ugye nem lesz. Hát január 1-től kellene. Igen. Igen, a másik pedig, amit fenntartok, hogy az Orbán azért aratott stratégiai győzelmet, mert elérte, hogy olyan struktúrában fog jönni a pénz, ami őt és a közvetlen környezetét garantáltan nem fogja megrendíteni, tehát azokat a korrupciós pénzköröket és pénztrükköket, amikben az Orbánhoz kötődő néhány tucat család szupergazdag lett az elmúlt években, azokat semmi sem gátolja abban, hogy tovább lopjanak. De hát teljes ágazatok vannak a NER kezében. Nem tudsz már egy hírhoz hozzányúlni, úgyhogy ne a NER-nek. Nem tudtak építeni, és többé is. Hát én szerintem ez a tragédia. Ezen a tragédia, de ezen egyetlen egy helyzet tud változtatni. Ez pont ugyanolyan naivitás, mint a hatházinak, hogy győzzük le a állami tévét, és utána minden rendben lesz. Az állami tévé, ez a tolvajbagás, és ez a hatalom, ez nem, hogy szimbiózisban él, hanem egy test, egy lélek. Tehát az Unió nem fogja leváltani neked Orbán Viktor, nem stratégiai győzelem Orbán Viktornak, stratégiai győzelem Orbán Viktornak az, hogy megnyerte a választásokat, drága barátom. Meg hogyha majd megnyeri a következő az a stratégiai győzelem ezzel a vonatkozásban. Az Unió, mint intézményrendszer nem tud ezzel mit kezdeni. Hát csókolom. Ugye most előadták ezek a jó lelkek, hogy és valamelyik interjúban hallgattam, lehugyoztam a bokámat. Hogy és akkor én valami kormánypárti újságíró kérdezte meg a Navracsicsot tán, aki először nem is értette a kérdést, hogy és akkor majd azokat az intézményeket, amit Magyarországnak be kell vezetni, majd akkor az Unió többi tagállamában is meg kell csinálni, például a korrupció, bla 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 bla. Nem kell, természetesen nem kell, mert hogy ott azok az intézmények, amelyek arra hivatottak, működnek. Lásd az Európai Parlament, ugye? Itt most meldöngetve ordibálnak, hogy jaj, és akkor a baloldal, meg az európai korrupció, bla. El is vitték őket a kóterba. Völner úr még szabadon sétafikánséget tévedésből bukott le. Így van. Tegyük hozzá, tévedésből bukott le. Ha nincs a tévedés, akkor nem bukik le. No szóval azért ez a nagy dolognak a veleje. Nyilván nem is gondolhatták, és nem is látok erre utaló jeleket, hogy ezt gondolták volna, hogy magát a politikai rendszert óhajtják megváltoztatni, vagy Orbán Viktort leváltani. Én azért örülök neki, hogy mégis az Unióban vagyunk, mert ahhoz képest azért valamilyen szinten az Orbánnak és rendszerének moderálnia kell magát, nem nagyon, de azért moderálnia kell magát. Itt x év alatt kialakult azért az a struktúra, családokról is beszélhetünk, oligarchákról, meg akármiről, de egyáltalán az, amit NER-nek nevezünk, annak a teste tulajdonképpen, a gazdasági teste, lehet 77, nem tudom, szupermérföld, meg 84 elvárás, mint Magyarország úgy csinálhat, vagy a kormány úgy csinálhat, mint ezekből. Ezt az betartana, de igen, pont erről van szó, hogy egész ágazatok, tulajdonképpen az egész ország bizonyos értelemben a kezükben, ha jön a pénz, bármilyen módon, bármilyen bohózhatóság, integritási, mit tudom én, mi ellenőrzi, a NER-t fogja gazdagítani. Tehát nincs más. Lényegében már maguk alá gyűrtek mindent. Van a NER, meg van a úgynevezett külföldi tőke. És a külföldi tőke a legegyszerűbb, hogyha ilyen esetben a NER-rel csinál üzleteket, lásd ugye Telekom, ilyen szimbolikus értelemben, ilyen szempontból a kormánynak már nincsen regulációs fontossága sem, ott van valahol, és birtokolja tulajdonolja az egészet. Mi lesz a közbeszerzésben? Az lesz, hogy az egyik neres cég indul a másik neres cég. Igen, és viszont a kettő között lehet tisztességes verseny, mármint ugye a tisztességes nagyon-nagyon-nagyon erős idézőjelbe téve, mert ez nem verseny valójában, én a versenyért sem vagyok oda, de ez nem az. Na akkor eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen akkor segítettek volna a magyar nemzet problémáján, ha nem adnak egy puncokpetákot sem. Igazából az sem segített volna, hogyha én vagyok a magyar nemzet, mi vagyunk a magyar nemzet, meg az emberek, akik fekszenek az aluljáróba, akkor az se segített volna neki, az is ártott volna, ez is árt, bármi árt ebben a szituációban, viszont nem várhatjuk az Európai Uniótól, vagy várni várhatjuk, látok erre utaló jeleket, mondjuk főleg az ellenzék körében, hogy majd mindent egy csapásra megold, vagy egyáltalán megold bármit is. Ugye annak idén Antal József volt az, aki kérdezték, hogy 56 után mit csinált, hogy állt ellen az alámerülős Tibekkel, és hogy együtt teázott az ismerősére, és várták az amerikai tengerészgyalogos ejtőernyős desszant egységeket, akik hát ugye unteruszt nem jöttek. Kicsit ezt érzem egyébként, hogy majd az Európai Uniós desszant egység, amik ugye közöttünk szóval nincsenek, azok majd itt bemasíroznak fehér lovon az országházba, és megváltják a nemzetet lófaszt. Na de ha már akkor nézzük meg, hogy melyik Európai Uniótól várják ezt a segítséget, ugye ezek az emberek. Hát a Katargétes Európai Uniótól, ezt most így kiírtam, ezt a Katargétet. Most már elkezdték így a Katargét. Ami ugye... Azt mondják, hogy az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb eddigi korrupciós botránya az Uniónak, mert hogy a belga rendőrség nyomozása során lelepleztek egy, hát egy ilyen politikusi hálózatot, ugye az alelnök, ifjú alelnök asszony volt itt az élén, meg a férje, és őket azzal vádolja a hatóság, hogy hát elég komoly pénzek ellenében ők úgy Katar mellett jártak el, és nem a foci VB megrendezésének okán. Amerikában lobby tevékenységnek hívják, itt lebuktak. És én most olvasgattam azt, hogy mi is lehetett ez meg, hogy, de hogy tehát ilyen jogalkotói, meg jogalkotási folyamatokban nem nagyon tudtak volna beleszólni, hanem volt, mit csinált, nem biztos téltől van, volt. Na, osztja hónapot, persze. Hogy volt ez a szervezet, amely a együttműködést az arab országokkal koordinálta, és ott volt ennek a alelnök asszonynak még ifjú szocialista politikusként, ugye ennek a testületnek volt a tagja, néhány érdekes megszólalások például Katarral kapcsolatban, hogy a munkajogi mintaország, ahogy felszámolták a szocialistától, meg egy szakszervezeti vezetőtől. Miközben ugye tízezrek pusztultok el nyomorult körülmények között a stadionépítések során. Szóval, hogy valami ilyesmi lehetett, tehát inkább ilyen imázsformálás, a lényeg az, hogy viszont mindezt felelős és hát elég komoly beosztású politikusként, ugye kenő pénzért cserébe tették. Tehát húzzuk alá, hogy le van tartóztatva. De az, hogy mondjuk az egyik jelentős nemzetközi szakszervezeti szövetség főnöke az egyik letartóztatott, és ugye itt ilyen szakszervezeti izé van benne, hát nyilvánvalóan az egyik dolog, amiben ők segítséget nyújthattak, az az, hogy a VB alatti építkezésekkel kapcsolatos vizsgálatok, amit különböző szakszervezetek egyébként végeztek, nem is egy, hanem több is, de ezek szerint ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy elsumákolják azt a tényt, hogy mi történt ott a nepáli munkavállalókkal és azokkal a szerencsétlen rabszolgákkal, akik ott 1000 számra haltak meg. Azért ez elég jelentősen befolyásolta egyébként ennek a világbajnokságnak a megítélését és az előzetes kommunikációját, ez azért politika maga. Tehát ez az elem biztos benne volt, hogy mi volt még benne, azt én nem tudom megítélni, meg hogy éle az a párhuzam, hogy Amerikában ezt lobbinak hívják. Én szerintem azért ez nem. De ami a lényeg és ami a tény, hogy elvitték őket a rendőrök, és ezekben is fognak ragadni nem kis időre. Ez szerintem egyébként a legfontosabb pont az a szakszervezeti szál, és ebben a szempontból valóban ez a munkajogi történet. Tehát Én azt hiszem él egyébként a párhuzam a lobby tevékenységgel, csak ez egy ilyen egészen sajátos lobby tevékenység volt, ahol valóban szocialista, vagy hát passzokkal, mennyire a szocialista, mindegy, egy passzokból eredő politikus, egy nemzetközi szakszervezeti vezető, aki már régóta ebben az egészben működik, egyfajta nagyon durva, brutális ilyen vadkapitalizmust árultak úgy, hogy megpróbálták emberarcúra faragni. Ez egyféle image tevékenységért valóban nagyon sokat szokás fizetni, csak valahogy nem fér össze sem azzal a szocialista étosszal. Jó, hát a szakszervezetivel olyan értelemben igen, hogy a szakszervezetek sok országban, ugye hagyományosan mondjuk össze vannak olvadva a maffiával, lehet, hogy Jimmy Hoffa ott van valamelyik szekrényben, a faszinak a izéjában föltörik az irodáját, akkor azt is meg fogják találni. De hogy szerintem ez a lényeg. És nem csak a VB miatt, hanem hogy általában van egy ilyen fajta, hát amire Orbán Viktor azt mondja, hogy ő szereti nézni, hogy különféle kultúrák játszanak egymással. Itt különféle kultúrák játékát, különféle kapitalista kultúrák játékát látjuk egymással, amiben most így megpróbálják eladhatóvá fazonírozni Iránt is ezzel, Szaúd-Arábiát is, bár Szaúd-Arábiátnak mindig megbocsátóbbak voltunk, mert bár ugye kulturálisan meglehetősen távol áll, de mégiscsak nagyon sok az olaj, a Katarnak nagyon sok a gáz, tehát én látok ebben egy általános tendenciát. Az, hogy ilyen, miben nem láttam, mindenki benne az anyjába. Egyébként mindenben látok általános tendenciát, mert dolgokban általában vannak általános tendenciák, nem feltétlenül a szerint működnek. Ezt szar fel lett már találva az emléséket, hogy mindig vannak általános tendenciák. De hogy az, hogy most ezzel ilyen hirtelen és pont a katari VB alatt történt a példastatuálás, ez az izgalmas szerintem, hogy ezzel vajon konkrétan most az Unió, vagy nem az Unió egyébként, mit akart üzenni ezzel a brüsszeli rendőrség, vagy a belga rendőrség például, ez nagyon muris. Mert itt nem belső vizsgálaton bukott meg az egész, a belga rendőrségen, ahol akik leszették a Szájár Józsefet. Az ő dolguk, erre vannak rendeltetve. Egyébként nagyon egyszerű, ez is egyébként, ez benne van a hírekben. Ugye, és méghozzá nagyon alaposan és nagyon kitalálták, tudniillik, ugye mentelmi joggal rendelkező személyeket akkor lehet elkapni, és váratlanul elkapni, amikor tettenérés van. De most ezeket tetten érték, hát nyilvánvalóan levették, hogy most jön a lóvé, ugye gondolom a kifizető is úgy volt vele, hogy most már megúsztuk, itt van mindjárt a buli, vége. Nem, azért nagy jelentősége volt ennek a világbajnokságnak és a nepáli ezreknek, ott azért nagyjából 10 000 embert mondanak még a pessimista változatok szerint is, akik elpusztultak ebbe a világbajnokságba. Mindegy, úgyhogy a tettenérés az, ami szerintem itt ebben a dologban a döntő dolog, és tetten is érték őket, ott is van a cash. Azt akartam mondani, hogy ez szerintem nagyon jó történet olyan értelemben, hogy azt mutatja, hogy a valóságos működő államokban nem lehet a korrupciót művelni. Minden tehát az, hogy ha Magyarország egy valóságos működő jogállam lenne, akkor pontosan tudjuk, ki volna az a nagyjából 2 tucat ember, akit már réges-régen rabomobilban kellett volna elvinni. Az tökéletesen, nem is értem a fideszeseket, hogy mernek örülni ennek olyan értelemben, hogy lám-lám az Európai Unióról kiderült, hogy korrupt. Hát az már rólunk réges-régen kiderült, hogy a magyar kormányzat korrupt. A probléma nem az, hogy korrupt, hanem az, hogy ezt itt lehet csinálni. És évtizede lehet csinálni, ott viszont nem lehet csinálni. Ez köztünk a különbség. Hát pontosabban ott is lehet, csak időként vannak lebukások. Afelől nekem nem sok kétségem van, hogy ez azért a legnagyobb korrupciós ügye az EU-nak, mert legnagyobb, kiderült. De itt valóban a rendszerek vannak hiányosságai, azt mondják a szakértők. A magának az európai parlamentnek a működésén. De az egyébként, bocsánat, az tényleg teljesen abszurd, hogy az Orbánék így örvendeznek, mert ez nem tudom, tehát így néztem, és így, hát olyan értelme, teljesen normális, mert ugye mi más csinálnának, ebbe az irányba kell menni. Szerintem a határ, Magyarország határain belül abszurd, de határokon kívül meg... De most beleillik a Fidesznek a kommunikációjába, vagy a megverők mindig azt mondják, hogy a fideszes hívek ugye mindig azt mondják, hogy amikor már valami nagyon tarthatatlan, tehát amikor már tényleg ugye nyílt színen viszik el a pénzt, de mondjuk nem lép közbe az ügyészség, akkor ugye azt mondják, hogy jó, de az korábbiak is loptak, meg egyébként a világban is sok helyen lopnak. Ugye itt valóban Magyarország és a világ között nem az a különbség, vagy az Európai Unió más részei között nem az a különbség, hogy nálunk van korrupció, ott meg nincs korrupció, mert igenis hát bizony elég fertelmes korrupció van ott is. Ugye azért az Olaf Scholznak is vannak érdekes ügyei, ugye ezt a német sajtó azért elég alaposan feltárta, és akkor itt van most ez az ügy, amit ide részletesen kitárgyaltatok. Csak az a jelentős különbség, hogy az Európai Uniónak nem kell nyomásra mindenfajta új hatóságot létrehozni, hogy majd esetleg elkezdi vizsgálni ezeket az ügyeket, hanem ott vannak azok a hatóságok, most konkrétan a belga hatóságok, amelyek ugye érzékelik, hogy itt valami probléma van, és tekintet nélkül arra, hogy egyébként ez milyen magas köröket érint, itt mégiscsak azért az Európai Parlament egyik alelnökéről van például szó. Egyébként elég sok alelnök van, úgyhogy... Világos, de azért nem is egy... Majdnem mindenki alelnök. Hát 24 van, azt hiszem. Általában mindenki alelnök, hogy a Péter vagyok. Jó, hát akkor... Aki nem államtitkárok már. De azért azt tegyük hozzá, bocsánat, hogy a Magyarországon ugyanekkor gyorsan elsütötték azt az apróságot, hogy a Farkas Flórián ügyeit, azt meg törölték, mert bűncselekmény hiányában 11 év alatt nem sikerült észrevenni azt a történetet, amit az Emmi úgy észrevett, hogy nem adta oda a pénzt. De az Emmi meglátta, a rendőrség meg 10 évig nem látta. Na, ez egy téma. Te többször elő szoktad adni azt, hogy ugye mindenkivel beszélget. Sokakkal beszélget. Tudod, én csak annyira kíváncsi volnék arra, hogy úgy egyébként tényleg olyan mértéktelenség van ebben az országban. Nem mellékesen, már ebben a Ellopom a nemzet vagyonát című történetben. Egyébként csak úgy zárójelben döngetik a mellüket azzal, hogy közbeszerzés, így meg, hogy milyen jók vagyunk a közbeszerzési statisztikákat illetően, de hát a lopás ma már Magyarországon jellemzően a közbeszerzésen kívül zajlik, zárójelben bezárva, csak azt akartam kinyögni, hogy úgy elképzelem magam, mekkora mákon van, hogy kirúgtak 2018-ban a Hír TV-től, hogy mondjuk meg kéne magyaráznom a Völnert. Tehát ott vagyok még a Hír TV-ben, és egy ország, ahol az igazságügyminisztérium államtitkárát, nem becsülöm le a földművelésügyi minisztérium államtitkárát, nem becsülöm le a... Ja, nincs is egészségügyi minisztérium, édes mindegy. Az igazságügyminisztérium államtitkára véletlenül, ám de nagyon nagy összegekben belekeveredik a korrupcióba. Hogy volna pofám kiülni, és itt teliszájjal röhögni az Európai Parlamenten? Hát, hogy még hinnél az ügyben. Mi? Hogy még hinnél az ügyben, abban, hogy az ellenzék sokkal rosszabb, és bár látjuk a kisebb-nagyobb hibákat, de a nemzetnek akkor is az a jobb, hogyha ez a kormány van, még hogyha vannak problémák is. És mondjuk egy Völner ügyet meg úgy magyaráznál meg, hogy azt a részét magyaráznád csak, ami a nézőknek kell, vagyis azt, hogy itt mezzeg lett következménye. Egyébként olyan elképesztően... Ennyi. Olyan elképesztően, miközben itt most nem akarok ezzel érvelni, hogy, de ez már még hogy mit hirdetnek magukról, de mondjuk egy normál, valamilyen módon épelmélyű, talán ezért volna jó, ha ez tényleg egy polgári demokrácia lenne, hogy csak úgy felvettem azt a költői kérdést, hogy mindezek után, hogy elvitték a sarlót, meg ezt az ügyet megbuktatták, nem lenne elemi elvárás, hogy az illetékes hatóság végignézzen darabra minden egyes végrehajtásukat? Mert tudniillik, a végrehajtásokból termelték ki a lopott pénzt, ergo, ha úgy tetszik, a szokásos veszteségüknél is, az ártatlan áldozatok szokásos veszteségét túl is kirabolták az áldozatokat. Ez nagy valószínűség, így van. Én egy-két történetet hallottam, ott elég pitiáner alaptartozásokból mentek el házak. Tehát, hogy itt nagyon durván mentek. Nem mellékesen azért tényleg emlékezünk meg ettől a tetű polgármesterről is, aki... Melyik? Solymár? Nem, aki aki megvette ott a Bakony Bélen a kilakoltatás. Nem Bakony Bél, az egy híres vagy. Minden, rohadjon meg ott, ahol van. Nem tudjuk, hol van, de ott van. Jó volt ez egy mondat, hogy az a rohadék polgármester, emlékezzünk meg, melyik település, bármelyik, jó, majdnem, melyik, hát tudod tökéletes. Nem, a Solymári azért jutott eszembe, mert ő 6 milliós. évvégi jutalom miatt jutott. Igen, most azért az előbb megjegyezném, hogy ezekre van jogszabály, tehát itt az a kérdés, hogy élnek-e vele, vagy sem. József Sztálin alkotmánya volt a világ legdemokratikusabb alkotmánya. Na ugye. Beszéljünk Farkas Flóriánról. Az is rohadjon meg, hagyjuk már Frankot. Hát az szorosan ide tartozik. Úgy csak, mint a rendőrség. Ez nem ügy. Kész, nyomozást lezárva. Na hát őt meg se hallgatták, tehát ez a legérdekesebb. Hogy 7 évig vizsgálták az ügyet, vizsgálták. Egyébként egyszerűbb lett volna ezt 2 hónap alatt elintézni, valószínűleg olcsóbb is lett volna. De valahogy őt nem kérdezték meg. Most a nemzetközi sajtóhelyzet. Kifizetik ezt a izét. Hát most azért gondoljátok bele, már ne arra, hogy ugyanez jutott eszembe. Hát ez a tudatlan baroba Völner. Hát emberek Szingapúrban kereskedelmi alapvetőleg nyelvtudás nélkül. Mit oszt ezeknek a haza? De komoly, mit számít? Na de érted, mi a szent szart fog ez a tudatlan barom? Hogy hívják be, Szingapúrban, mint kereskedelmi attasét csinálni. Na de legalább, te az előbb azt mondtad, hogy milyen jó, hogy az unió tagjai vagyunk, és ezzel tulajdonképpen ez az uniós úgy megerősödött, hiszen neki volt egy pártja is, gondolom ezzel okafogyottá vált. A Huxit párt az nyilván szingapúri, nem tudom mi, konzul, vagy mi lesz ott? Vagy attasé, vagy mi is oda? Nem, a másik jó, mindegy, tehát hogy pártot szervezni azért úgy már nehéz lesz, ugye, mert azt el is fogja engedni. Én a Bencsiken jobban meglepődtem egyébként, mert a Bencsik János, ugye volt jobbikos, ő egy ilyen, csinált azt a polgári válasz kezdeményezést, és hogy én egy nagyon picit ismerem, hogy ilyen őszinte, most már ilyen csalódott, de azért korábban ilyen lelkes, de ilyen tényleg ilyen őszinte csávónak tűnt. És szerintem az is, hogy a bánatba keveredett ilyen szituációban. Úgy, hogy keresgéltek, halásztak, és cinikusok, végtelenül cinikus ez a hatalom. Ezzel most igazából egy dolgot prezentáltak, azt, hogy az ellenzékben darabra vannak megvásárolva. Én is erre gondoltam, meg egy ilyen kis mézes madzagszerűen, hogyha... Hát vannak karrier lehetőségek, persze. Na de amúgy meg azért most gondoljuk bele, hogy mennyire lehet komolyan venni. Azért a Szingapúr bizonyos értelemben, vagy sokféle tekintetben kvázi szintén több közepe van a világnak, mint ahogy a Dalai Láma is elmondta, hogy több szívcsakrája van a Földnek. Mikor itt Pilisen beletámadták a szívcsakrámat. Jó, de el is több közepe is van a világnak, azért Szingapúr egy elég nívós hely. Ja. De ezek szerint egyébként elég nyilvánvalóan azt is tudják azok, akik kiküldték, hogy nekünk ott Szingapúrban nem terem fű. De hát jut eszembe fű, akkor jövő héten van az a mai könyv főkozulnak. Évszak megszűnt, tehát 10-esnek küldték, érted, még csak nem is őrmesternek Szingapúr. Jó, ne bagatelizáld ezt. De ahonnan küld, tehát ahonnan jön, ahhoz képest. Elhülyeskedj már, Janó. Zúgnak a gépek, folyik a fakitermelés. Arra kérek mindenkit, sőt bíztatom önöket, hogy vegyék és olvassák a Magyar Hangot, ugyanis sokszor én magam is tőlük tudom meg, hogy éppen mi zajlik az országban, vagy mit csináltam. Jól vagy rosszul. Na, akkor csupa olyan témák van, amit legszesebben. Figyelj, de sofőrnek egy követségre olyat küldenek ki, aki tudja a nyelvet beszélni. A sofőrje már tudja is. Hát persze. A probléma meg, sofőr és tolmács egy személyben. Orbán Viktor a VB-n. Húha. Oda-vissza repülget a Budapest-Doha-Brüsszel 3 politikai Bermuda háromszögben. Mondjuk ebben most vissza is fog repülni, mert a döntőre gondolom ott lesz. Tehát. Hogy kiakadtak a kormányzati kommunikációért felelős emberkék, mert hogy a kollégánk ugye ott volt ezen egy fogadáson a katari nagykövetségen, ahol bent a katari nagykövet szövege, és le volt fordítva magyarul. Ki volt vetítve, és egyszer csak volt benne egy ilyen mondat, hogy nagyon örül a nagykövet úr, hogy Orbán Viktor az utolsó héten Katar vendége lesz a világbajnokságon, mert ők ezt úgy érzik, hogy a két ország barátságát erősítő folyamat és gesztus. És a kollégánk még megírta, hogy úgy néz ki, hogy Orbán Viktor valamire nem lesz itt, hanem egy hétig, hanem megy meccset nézni. Teljesen ki voltak akarva. Itt telefonálgattak, hogy ez nem volt sajtónyilvános, meg mi. És mi az, hogy... Ja, de hát nem az tök mindegy, hogy miért voltak kiakadva, valószínűleg azért, mert hogy ezt nem, azért annyira nem akarták ezt úgy reprezentálni. Ugye a katari követség telefonált? Tehát nem a miniszterelnökség tiltakozott. De a katari követség is telefonált, de azt nem értettük. Ratáriumon? Nem, most mondta sajtóban. A görögöket keresték Katarban, nem volt. Azért itt lehet bűrbe van, hát ugye egyfelől azt hallottuk, hogy a FIFA hívta meg, és a FIFA látja vendégül. Másfelől akkor Katarika állja. Hát az ott hírva a falra, hogy igen. Itt alapvetően mi látjuk vendégül. No, bocsánat, hát azért Orbán Viktorról köztudott. Hát 4 évente megjelenik egy olyan fotó Orbán Viktorról, amikor az aktuális labdarúgó VB döntője van, akkor ő ott ül valahol a harmadik sorban, esetleg Csányi Sándorral, vagy valami, tehát ott van, tehát ebben semmi meglepő nincs, hogy oda elment, hogy most az elődöntőt is megnézte, hát Istenem. Figyelj ide, először is, ugye nem is nagyon fogják méltányolni ezen megjegyzéseinket a rajongók, mert hát ugye a tegnapi meccsen ugye ott ült Macron, tehát mennek ezek a jó emberek. Őt viszont a franciákat játszott is, tehát azért ez nagy különbség. Hát igen, ezt akartam mondani, ez a magyar mezük volt, csak összekeverve. Azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy a francia válogatottot játszott rá. De még egy bíró sincs, azt néztétek? Még egy magyar bíró sincs, még a VR-ban sincs egy magyar. Nem, bírói függetlenség van, nincsenek a magyarok. Ja, jó, jogos. De egyébként most viccen kívül, Orbán Viktor, vagy bármilyen kurva gazdag ember magánrepülővel megy a magánpénzen, a katari VB-től kezdve a Oscar díjátadóig sem, le van szarva. De Orbán Viktor, egészen biztos vagyok ebben, hogy állami pénzzel röpköd, Katarba is. De ez ugyanaz a gyönyörű, hogy kék. Tudom, hogy ez egyszerű, meg demagóg, meg mit tenni, de basszus. De ez nem ugyanaz, tehát Orbán Viktor magángépével repül saját pénzén, vagy oligarha gépen a oligarha pénzén, vagy állami gépen a teljesen az nem pont ugyanaz. Mi pénzünk, mi templomunkból jön. De nem tudták összeegyeztetni a járatot a Szijjártóval. Várja, hát az Amerikában is úgy van, az elnök meg az alelnök nem úgy lett ugyanazon a repülőgépen, ám még történhet velük valami. De az alelnök az semmilyen. Jó, tudom, de hát a Szijjártó meg nagyon fontos ember. Na jó. Semmiért azt szerintem ülhet egy éppen az Orbánnal. Megér a dolog, meg is mondta a Szijjártó, hogy nem meccse ment, hanem hogy hozzá a gáz, tehát hogy onnan is jön majd. De Szijjártó meg, ha jól értem, Isten tiszteletre ment templomba, mert ott nem baszogatják a magyar újságírók, amikor kijön. Vagy nem tudom. Katarba ment templomba. Igen, azt mondta, hogy először Isten tisztelet, azt a reggel szentmise, utána a tárgyalás. De egyébként, bocsánat, ha már szóba jut, pedig erről jutott eszembe, mert ugye itt ezeket keressük a rejtélyt, vagy legalábbis mi keressük, a Péter már tudja, ugye éjséglázadás, meg Isten harag el fogja söpörni ezt a rendszert, majd egyszer. És akkor azért még ahhoz is mekkora hülyének kell lenni különben, hogy beszopja a jó nép ezt az Orbánnak ezt a 15%-os nyugdíjemelését. Gondosan, mielőtt még nyilvánosságra kerülnek az adatok. És ájultan, libazsíros tekintettel, könnyes szemekkel rajongja körbe a vezért a szekta, mert benyomta a 15-öt, és nem látja át, pedig ezek közhelyek már, hogy ugye az a helyzet, hogy azért egyébként, és már ezt is lehet azért nagyjából satszolni, hogy egyébként nagyjából 20% körül lesz az a szükséges emelés, vagy kéne, hogy legyen, amit egyébként a törvény elő is ír. Igen, ráadásul a nyugdíjas infláció az 25 volt most, és még magasabb lesz most decemberben, úgyhogy az még durvább lenne. Ez jó, az a libazsíros tekintet, ezt tetszik, csak szerintem már nem libazsíros az, hanem maximum. Nagyon érdekes, komolyan mondom, tudod, ezek ilyen hülye közhelyek, ugye azt mondják azok, akiket ez tényleg súlyosan érint, hogy nem látunk ki a napi gondokból se, ami most megvan, ez a 15% megvan, ennek most örülünk. Ezek legalább adnak. És akkor ezek legalább adnak. Jó, egyébként ez egy legitim hozzáállás. Egyébként ugye olyan teátrálisan van a dolog. Évről évre, hosszú évek óta nem tudják az emberek fölfogni, hogy egyébként ez törvényileg rendezve van, és akkor nekik több járnak. Teátrálisan a jó papa bejelenti, akkor egyébként ráadásul, amikor ezentúl még nagy zűrzavar is van, itt az uniós pénzek kapcsán, hogy ki győzött le. De szerintem ez önmagában teljesen legitim hozzáállás. Amit az állam ad, ugye az embernek, mert rengeteg mindent elvesz, az legalább már ott van. Hát én nem fogok követ vetni arra a nyugdíjasra, aki 20 kg krumplére adja a szavazati jogát, mert egyébként lószart se ér máshonnan még 20 kg krumplit se ad. Az a gond, hogy a politika erre épül. Egyébként már bocsássatok meg egy kicsit, tudjátok be az álmosságomnak. Most egy hirtelen eszembe jutott, röpködnek itt a 10-100-500 milliárdok, és a mai hír, amit olvastam, hogy idén a kórházi adósságállománynak mindösszesen a felét hajlandó kifizetni az állam a magyar egészségügynek, és ez nagyjából egyébként a 30-valahány milliárd, de milyen igazából a magyar tőzsdén. És akkor ki kell fizetni. De mindig csak azt fizetik ki, amikor tudják, hogy a beszállító nem tud kimenekülni a rendszerből. Jó, az nem mentegesd már őket az Isten. Álljunk már meg annál a pontnál, hogy nem fizetik ki. Álljunk már meg ennél a pontnál. Senki sem mondta, hogy ez normális. Akkor most megállunk. Na de elkezdett mentegetni. Nem mentegetett, csak rámutatok a cinizmusára a hatalomnak. Azért nem fizeti ki a többit, mert tudja, hogy a többi beszállító nem tud kibújni. Tehát a többi beszállító olyasmire. De én most nem is a beszállítókra gondolok. A betegekre gondolok. Beszállítókra is gondolok, meg a betegekre. Hogy veszi magának a magyar állam a bátorságot ahhoz, szarok minden egyéb megjegyzésre, hogy nem fizeti ki a kórházak adóssága, ami nem a kórház adósságállománya, ez is ugye egy terminológiailag egy katasztrófa, hogy ezt használjuk. Azt a pénzt nem fizeti ki, amit egyébként mi minden kutyafülébe. És amúgy szeretném elmondani, nézzétek csak meg, hogy a rezsivédelmi alapból most valami néhány, azt hiszem 200 milliárdot most átcsoportosítanak, és mire? Mert ugye én azt gondoltam, hogy a rezsivédelmi alap az arról szól, hogy már visszaosztanak a proletárnak. Csak nem az atlétikai stadionra. Abba szoktak tolni mindenhova. Azért mondom. De ezzel 30 milliárdhoz tegyük, egy ilyen demagóg szállat, hogy így becsempészek. Egy matolcsi gyerek bulia, New Yorkba. 14 milliárdért vettek, hát nem ő személyesen, hanem a hozzáköthető céghálózat. Egy egész lakást vettek 14 milliárdért. De jó környéken meg lehet. Ködbeszerzéssel. Igen, nekem egy kicsit zajos, de 14 milliárdért egy lakást. Ez a csávó az teljesen kész van. Már nem tudja hova rakni a Porsche-kat, meg a Ferrari-kat, úgyhogy ide jót venni egy 14 milliárd. Hát ő is csak a jegybank elnöknek a kritikájának a hitelességét támasztja ezzel nyilvánvalóan alá. Istenem hozzá. Igen. Egyébként meg a kórházakra egy pillanatra visszatérve, tehát hogy itt, az is egy érdekes dolog, hogy ha én jól emlékszem, ugye a kórházak mellé is raktak ilyen, nem tudom, ilyen biztosokat, vagy felügyelőket, akik ugye azzal foglalkoznak, hogy a gazdálkodást azt megnézzék meg, hogy működik ez, és úgy látszik, hogy hiába rakja oda a kormány, ettől még, hogy a kórházak ezt nem tudják kigazdálkodni. Mondjuk nem kell ez nagy matematikai képesség, hogy akkor vagy az van, hogy ezek alkalmatlanok, tehát a kórházi vezetés az nem ő csinálja, vagy ugye az alulfinanszírozott a magyar egészségügy, és egész egyszerűen nem raknak bele elég pénzt. Tehát nyilvánvalóan erről van szó. Ott nincs miről gazdálkodni, ott egyszerűen bemegy a beteg, én nem tudok másra gondolni, bemegy a beteg, meg kell gyógyítani, és annak van költsége, akkor azt ki kell fizetni, pontot, mi a szart lehet gazdálkodni. Hú, ettől agyvérzést kapok. Nem, nagyon szor a kórházi egészségügyet. Arról nem beszélve, nem védőbeszédet gondolnék ezeknek az emberek mellett, mondom, de mindent centralizáltak. Tehát itt már senki nem dönthet. Ők a felelősek mindenért, mármint a kormányzat, hogy ezek a dolgok nincsenek rendben, ez teljesen egyértelmű. Nem gondoltam volna, hogy a Sándor a megjegyzésemet úgy értem, hogy én mentegettem akkor, de hogy mentegettem. Mentegesen téged pont a Reichert arról beszélek, János, hogy csirkefogók, cinikus csirkefogók, mafiózók. Tehát ugye nem fizetik ki a számlát a cukrászdában, hogyha úgy tudják, hogy a tulajdonos vagy a cukrász félhet egy pofontól. Körülbelül ilyen. Tehát azoknak nem fizetik ki a számlát, akik nem tudnak másnak csak kórháznak beszállítani. Ez egy gyalázat. Érted? Trappoljunk a szilveszter felé hangulatban. Könnyed téma. Orbán Viktor mise után próbálta megszólaltatni a Telex stábja, és ugye itt hangzott el ez azóta szálló igévé vált mondat, ember, most jövök ki a templomból. Ezt, nem tudom, nekem belül. Én nagyon szórakoztam rajta, meg is néztem többször, olyan, mint egy Monty Python jelenet, de sokat nem tudom, mit tudunk erről beszélni. Hát azért én annyit hagyjegyezzek meg, hogy én nagyon rossz izével néztem, amikor másodszor is előadták, az volt az érzésem, hogy ezt a kormányzat rendelte. ez a Fidesz híveknek, ez mint a hájjal kenegetnék őket. Azt... Itt van a miniszterelnök úr, ez a derék hívő ájtatos lélek, és azok a csúnya izék csesztetik. De ez igaz, én nem vagyok ebben szakítva, hogy nem találtam meg a megfelelő templomot, de hogy így állítólag ez egy katolikus templom volt. Persze, de a református miniszterelnök katolikus templomba járnak Róla. És miért fog? Nem, csak szereti, hogyha kultúrák játszanak. Értem, de akkor tényleg ilyen izében fentesebbek vagytok. Miért fogta így a hasát az egész bagás? Mert ez egy abszolút közismert hollywoodi, hogy mondjam, tehát ha megnézitek régen, tehát régi filmekkel megnézitek, hogy kell ábrázolni egy főpapot a reverendában, vagy a bíborosi ruhában, érted, egy pocakos főpap így jár. Ez volt a legteátrálisabb az egészben, hogy mértékben hiteltelen volt, ahogy kijött onnan, de így normális ember nem közlekedik, ezért mondom, hogy ez szerintem egy színház volt. Hát, egy megbeszélt színház, én a Telexben iszonyú nagyon csalódtam. Dehogy, nem hiszem. Én imádom az esküvés elméleteket. Elmondom, mi lehetett itten, ugyanis ugye Orbán Viktor az az ember, aki nem egy dombra ment föl és egy hegyről jött le, hanem ahogy mondtuk az elején, hogy egyszer ment be egy templomba, de kétszer jött ki onnan, mert ugye másnap is is valószínűleg egy ilyen fideszes kormányzati karácsonyi videó készül, és ennek egy jelenete az. Azt hajón szoktak. Mi hajón? A fideszes videókat csinálni. Nem, ilyen borka is hajó. De ez karácsonyi. Az más volt. Ja, az más volt. Ez egy más. Na, hogy én erre tippelek, hogy tehát egy ilyen Orbán Viktor imázs videó készül a Dr. Miniszter úr Facebook oldalára, és hogy abban kell egy ilyen jelenet, hogy ő egy bármilyen templomból kijön úgy. Ez az advent hadművelet része volt. Pontosan, így van, erről van szó. És szerintem ezt forgatták, a Telex meg ott kapta el. Tehát itt nem a Telex a hunyó. Ó, Istenem, az a tényleg ez az advent hadművelet, hogy micsoda blasfémia. Miféle gondolkodásuk van. Ugye? Igen, dráma. És előtte a beszélgetés az eladóval. Előtte a beszélgetés az eladóval. Rezsiszám, villanyszámlát megkapták? Mert ki tudják fizetni? Hát, majd elfelejtjük. Jó. Elengedjük. De a két is jön és sír, hogy ott volt Orbán Viktor és van. De hát egy időben ezt nagyon csinálták, aztán abba hagyták. Volt, amikor Orbán Viktor népközé járt, és már ilyen válogatott népközé volt a Dönike, akinek aztán az apukáját lecsukták később, de Dönike így nagyon szerette. Volt valami néni, akihez egyszer elment, és akkor spontán módon felhívta a fiát, fel a fiamat, hogy itt van Orbán Viktor. Volt egy csomó ilyen, még Németh Szilárd is járt így a népközé, meg Orbán Viktor megmentett a hóviharban román kamionos párt, meg szerintem még valami kuldokon kutyát is kihúzott az árvízből. Ez volt, a Gyurcsány. Madár egyébként ilyen szempontból tök egyformák, de ugye az Orbánnak azt egy darabig kiadták ezt a népközéjáró dizájnját, és most megint, mintha kezdene Orbán Viktor a népközéjáró. Miért? Ha kremlinológus lennék, elgondolkodnék rajta, hogy miért. De nem vagyok kremlinológus, úgyhogy lesz. Hát ez van még másik. De ez a dürremi állatmenhely is mekkora poén volt be, oda vitte a legócskább, leggagyibb állatemet. Édesről is, hogy a pofán leszakadt. Hát abszolút. De a hulladékból készült állat. Hogy egy csomó középkategória, vagy bármi. Az nekem is feltűnt. Na mindegy, de nekem azért ez az advent hadművelet. Két szó. Összesen két szó. Igen. De ezt még soha nem adott össze. Ettől a szentképnek le kellett volna esni a falról. Komolyan mondom, még a szektatagoknál. Ezt még soha nem adott össze. Nem, a szektatagoknál. De inkább azt mondjátok el, miért sír a néni, amikor ott van egy üzletbe, ami nehezen tudja kifizetni a megemelt rezsiszámlát, nyilván nem esik jól nekik, de bemegy a miniszterelnök, megkérdezi, ki tudták fizetni? Hát inkább engedjük el, mondja a néni, majd sír, hogy ott volt Orbán Viktor. Hát már előtte ment egy ilyen sminkes, aki te is ismered, hogy miért, és picit így beleszprézett a szemébe, tehát itt miért sírt. Hát gondolod, de mivel könygázzal? Hát valami kis tekes sminkes. Sírató az, hogy sprével, hát ugye? Ezek szépen, lehet én is meghatódnék. Nem így szólódjunk már. Egyrészt lenne egy advent hadművelet. Az voltam, az már is. Jó, még egy téma van. Gyorsan telik az idő. Ember, kimegyünk a műsoridőből. Még bele sem mentünk, hát még sehol nem tartunk. Basszus. Ezt szeretem a pörzsébe, hogy ilyenkor már a végét. Már nyomja a gombot, mi? Na, fél évre megvonta az LMP frakció minden beléptetési jogát Kövér László, miután a párt beengedte a Tanítanik mozgalom aktivistáit a karzatra. A parlamentben felbukkanó pedagógusok az ülésnek hátat fordítva egyen pólóval jelezték, hogy tisztességes megélhetés mellett szeretnének tanítani. Hát ez nem egészen így volt, csak egy hírből vettem ki ezt a leadet. Ugye az volt felírva a hátukra, hogy tanítanék, amíg így megfordultak. És hát ezt a ülést levezető Latorcai alelnök úr ezt úgy értelmezte, hogy advent hat bűvöletből lesz a ribilni. Na, hogy rendbontás zajlik a karzaton, és azt mondta, az nagyon jó volt, már a múlt héten beszéltünk, és nincs meg szó szerint, hogy kérem leürítetni a karzatot, mondta, ez pont akkor volt, amikor a volnál leürültek a kutak. De azt is mondta a pedagógusoknak, hogy egyébként vannak keményebb eszközeink is. Jaj, nem, ez már azért teljes. Hát ez a szerintem komolyan, ez tökéletes példa. Keményebb késztető eszközeink is vannak, mondta. Késztető, a franc kíváncsi a Latorcai büdös kemény eszközeire már tényleg, hát most ezt így elképzeltem. Arra tudjátok, ez tökéletesen mutatja a magyar jogállamot. Latorcai Jánosnak a házszabály, nem Latorcai Jánosnak a házelnöknek, a levezető elnöknek a házszabály erre jogot ad, ugye? Mert a karzaton a házszabály szerint nem lehet véleményt nyilvánítani. Ha te fölállsz és hátat fordítasz, ráadásul oda föl van írva, ugye ez a 8 vagy hány betű, ugye az emberek hátára, darabunk ez csoportos véleménynyilvánítás, jogállamilag ez teljesen magyar módra rendben van. Demokráciában ez egy abszurdum, ami után 1 millió embernek az utcára kéne menni. Így nem lehet országot, demokráciát, európaiságot csinálni, ahogy ez a történet például lezajlott a parlamentben akkor, illetve a közelebbről a Kövér Lászlói folytatás tulajdonképpen a maga módján ez azt jelenti, hogy kitiltotta a népet az országházból. De erre nincs magyarázat, tehát ez úgy, ahogy van, elegendő lehetne arra, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy nem ad egy huncut eurócentet se Magyarországon. Ahol ilyen történhet, az nem európai ország. Te Janó, te komolyan nem érzed át azoknak a polgároknak, az Európai Unió nem Magyarországon élő polgárainak jelentős része esetén nem érzed át, hogy ez hihetetlen, ami itt történik. Ja, azt hiszik, hogy viccelünk. Igen, felfoghatatlan és érthetetlen. És amúgy meg nem is az ő dolga egyébként ezt a dolgot itt ellenrendezni, hogy egy faszért parlamentben, mint ez a Kövér, mint jogforrás, aki felülírja a választói akaratot, barátom, aki azt mondja egy képviselőnek, hogy nem láthatja el a feladatait és a funkcióit, mondja ezt a házelnök. Ugyan egyáltalán mi köze hozzá, és milyen alapon? És nem szakad le a plafon. Kövér László teljes szerep. Ugye hatházi, csak van, hogy gondoltam, hogy majd Jana elmondja, hogy értsék a nézők, tehát itt most a Hatházi Ákos példája. Ugye ő volt az az ember, akivel kapcsolatban azt mondta a házelnök, hogy nem élheti parlamenti képviselő jogait, miközben pedig egyéni választókörzetben megválasztott képviselő volt. Most teljesen független attól, hogy most egyébként egyetértünk-e Hatházival, és miben nem. Tehát Kövér László teljes szerepzavarban van, és egyébként nem csak emiatt, engem azt háborít föl, mert itt már évek óta, hogy egyébként milyen alapon büntetget képviselőket. És nem csak azért, hogy mert még azt még valahogy meg lehet menni, ez a valami performance csinál, de amikor én nem tudom, hogy a Jakab Péter mit mondott egyszer valami, nem is olyan durva a szót, hogy nem a klubjárában, hanem valami kifejezést használt, hogy de ami nem is volt még se trágár, se ficsúr, vagy valami ilyesmi, és a ficsúrra nem tudom én több millió forintos büntetést kiszabott. Tehát, hogy ez önmagában valóban elegendő, de ahol ilyen előfordulhat, ott az alkotmányos alapjogokat semmibe veszik, és ugye ilyen magas szinten. Te azt mondod, hogy az Európai Uniónak erre az lenne a helyes válasza, hogy 1 eurócentet se ad Magyarországnak, és most valóban nem ez volt az Európai Unió válasza, de akkor visszatérve egy kicsit, úgyis most ugye még bőven van időnk, tehát akkor beszélhetünk arról is, még a legelső témához, ami úgy bent ragad, persze, játsszuk újra. Tehát, hogy az Európai Unió pont azt csinálta most itt, hogy azzal, hogy nem vett el végül is véglegesen semmilyen pénzt Magyarországtól, ezzel egyébként, amit ugye a Sándor mondott, hogy mindjárt az unió tagjai vagyunk, ezzel mondjuk a Fidesznek sem adott érvet arra, hogy most itt elkezdeni az Európai Unióból való kilépés fele tájékozódni, hiszen elvi lehetőségként az a teljes pénz továbbra is rendelkezésre áll. És inkább azt játsza most, hogy olyan, mintha itt így föllógatná azt a pénzt innen a plafonról, és azt mondja a fideszeseknek, hogy akkor már ugráljatok, ha jól ugrasz és magasra húzasz, és eléred, akkor a tiéd, lehet, hogy egy picit néha így magasabbra húzzák, de nagyjából ez az Orbán Viktor győzelme, ezt érte el most ezzel az uniós alkúval szerintem. Hát jó sokat kellett várni, hogy az első témához megszülessen a... Nem, csak hogy visszakapcsoltam erre. Egyébként ezzel összefüggésben azért annak is volt, meg van egy diszkrét bája, nem tudom, emlékeztek rá, jó néhány héttel ezelőtt, mielőtt ez az egész csomag, vagy ez a sok ügy, az ukrán hitel, ez a minimumadó, meg a mi dolgaink ugye asztal közelébe kerültek, elkezdte mondani az Orbán, meg a NER külpolitikája, hogy és egyébként mi nem kapcsolunk össze semmit semmivel. Az Unióban az a szokás, hogy az össze nem tartozó kérdéseket nem kapcsoljuk össze egymással. Na, mondom, megpróbál zsarolni, bár ez ettől függetlenül nem volt nagy meglepetés nyilvánvalóan. És hát ugye az a helyzet, hogy azért jogi értelemben innovatív módon gondolkodók ott is tudnak lenni, mint ahogy a Fidesznél. Azért azt húzzuk csak alá, hogy például az ukrán hitelben simán megkerülték őket, vagy megkerülték volna, de valamiért mégiscsak odaadta a fejét erre a hitelre. És hát ez ugyanez van ezzel a globális minimumadóval, ami ráadásul egyébként politikai és ideológiai értelemben elvileg a Fidesz által erőteljesen támogatandó, mert egyébként multiellenes is a Fidesz. De hát a fasisztáknak ez a lényegük, hogy mindenkinek tetsző dolgokat akarnak egy időben mondani, és a nép meg van annyira hülye, hogy be is veszi. Na már írom is a kommentet a YouTube alá. Az utolsó percig kellett várni, hogy végre valaki fasisztázzon. Igen, mert hogy végre műsornak. Igen. Mert hát a fasisztákra nem lehet mit mondani. Nem tudom kiegyensúlyozni már ezt. Nem is kell. Okay. Itt az új Magyar Hang. Lár Andrással van nagy interjúnk, de van Zékárpád Dániellel, Filipov Gáborral, meg a Vilmányi Benettes, az nagyon, nagyon izgi, az nagyon jó az interjú. Ugye most van ez a Larry című film, annak apropóján, de ő volt az, aki a Junior Primissima díjat nem vette át, mert hogy nem mondhatott volna bármit az ünnepségen. És egyébként terjeszték már, hogy vásárolják a Magyar Hangot. A szabad Magyar Hangot tessék már vásárolni, meg terjeszteni, aztán majd ha nem leszünk, akkor megtudják, hogy milyen szar is baj lesz. Ez az az újság, amelyik Soros Györgytől még nem kapott egy pucut vasat sem. Jaj, de... Fú... Ezen gondolkodtam egyébként, hogy valamit kéne kezdeni a marketingünkkel, hogy ne így. Hát, hogy... Nem, hogy azt kéne sugározni magunkról, mert szerintem ez egy darabig jó volt, amit csináltunk, meg csinálunk, hogy túléltük, ugye az is a neve alapunknak, hogy túlélő magazin, hogy a nehéz körül időknek dacára hittem mi az izével szemben, de hogy most már valami olyasmit kéne, hogy vagyunk, nyertünk. Sikerpropaganda, persze, minden sikerpropaganda, minden kéne, és akkor arra nem beszélve, hogy én nem szégyenkeznék semmilyen formában, attól hasonló gyöktől pénzt kapnék. Gyuri bácsi, nyugodtan küldjél, ki fogok állni. Nekem is. Nektek? És rögtön küldjön neked is, hogy te megnyugodtál. Hát jó, legyen így. És ha már sikersztori, akkor január 8-án Kötöttfogás Extra, 6 színteátrum, 19 óra, Jókai utca. 6. Jegyek a helyszínen. Már nem annyira, mert hogy az történik, hogy még csak múlt héten mondtuk először, hogy lesz, és már 70-80 főnél tartunk per pillanat, plusz mi, Csintalan Sándor, Konok Péter, Farkas Sándor, én és Puzsér Robi leszünk ott, úgyhogy aki szeretne jönni, az iparkodjon. Köszi szépen a beszélgetést, köszönjük szépen a figyelmet. Leszünk még karácsonyig? Igen, leszünk, úgyhogy akkor nem adok semmit.